hanem újabb csoportot hagyott cserben, és újabb csoport emberi méltóságának megsértésére írt külön törvényt. A jogalkotás lehetősége egy csodálatos felhatalmazás a néptől. A jogszabályok értünk vannak. Funkciójuk, hogy segítsék a társadalmunkat abban, hogy minél boldogabban és szabadabban tudjunk egymás mellett élni. Ha a hatalom arra használja a jogot, hogy kipicízzen egy számára kellemetlenséget okozó csoportot és azt eltüntesse, az visszaélés a jogalkotás hatalmával. A tényállás szembe megy az alaptörvény azon rendelkezésével, amely kimondja, hogy Magyarország független, demokratikus jogállam. Az életvitelszerű közterületen tartózkodásból hiányzik a büntethetőséghez alapvetően szükséges társadalomra veszélyesség és a bűnösség. A szabályozás sérti a gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi egyességokmányát és az emberi jogok európai egyezményét, amelyekhez Magyarország csatlakozott, és amelyeket Magyarországon jogszabályokban hirdettek ki. Látszólag mindenkire ugyanúgy vonatkozik a törvény, azonban abból, hogy az elkövető ellen nem indul eljárás, a hajléktalan állatokkal működik együtt, egyértelműen kiderül, hogy valójában a hajléktalanságra írták. Ezzel pedig a törvényhozó egy élethelyzetet, a hajléktalanságot kriminalizálja. Ráadásul úgy, hogy az érintetteket szociális szolgáltatás igénybevételére kényszeríti, hiszen ellenkező esetben börtönt helyez kilátásba. A törvény sérti az információs önrendelkezéshez való jogot is. Létrejön egy olyan új nyilvántartás, amely gyakorlatilag listázza a hajléktalan embereket. Az eljárás során őrizetbe vett hajléktalan emberek ingóságai megsemmisíthetőek, akár azonnal, ez súlyosan sérti a tulajdonhoz való jogot is. Mégis, milyen eljárás az, amivel az ember kérése ellenére sem ülhet le szemtől szembe a vádlójával és a bírájával? Milyen eljárás az, amelyre az állítólagosan ártatlanság vélelmét élvező embert vezetőszáron, bilincsben vezetik be? Ez az eljárás tisztességtelen, ez a törvény pedig alkotmányellenes. Úgy van. Mindezek után üdvözöljük a kaposvári és a székesfehérvári bíróság döntését és bátorságát, és kérjük, a bírói függetlenség elvét tiszteletben tartva, valós jogi érvekkel alátámasztva Magyarország valamennyi bíróságát, akik elé hajléktalan embert visznek életvitelszerű közterületen tartózkodás miatt, hogy hasonlóképpen járjanak el. Kérjük, hogy az Alkotmánybíróság képezzen most valódi alkotmányos ellensúlyt. Kérjük, hogy az Alkotmánybíróság fékezze meg a hatalom álmokfutását. Kérem, én, mint ember, mint európai polgár, mint magyar állampolgár, mint jogász, mint az utcajogász egyesület önkéntese, és kérik velem együtt petícióban tiltakozó ügyvédek, orvosok, pszichológusok, társadalomtudósok, pedagógusok, roma érdekvédők, kortársírók és művészek, mind együtt kérjük, hogy a milyen tisztelt Alkotmánybíróság, az alaptörvény védelmének legfőbb szerve, vizsgálja meg a jogszabály alkotmányosságát és az alkotmányos rend, valamint az alkotmányban biztosított alapjogok védelme érdekében semmisítse meg ezt az embertelen és betarthatatlan törvényt. Úgy van! Köszönjük szépen! Most pedig olyan emberek fognak feljönni a színpadra, akik mindannyian valamilyen formában megtapasztalták a hajléktalanságot, vagy nagyon közel kerültek hozzá. Én is az vagyok! Kérlek titeket, fogadjátok szeretettel. Én is Kudu Istvánt, én is hajlok, Monori Jánosné, Villás Emmát, akinek a Pilisi parkerdő minden előzetes értesítés nélkül bontotta el a kunyhóját. Én is hajléktalan vagyok. Ki van a pár? És Namani Gáltát, aki szintén családjával együtt élte át a kilakoltatást. Én is hajléktalan vagyok. Most beszélünk, hogy ne nyúljak hozzá, és ne nyúljak hozzá.
A Köki terminálnál laktunk a kis erdőben. A Köki terminálnál laktunk a kis erdőben. Ugyanúgy hátul két kis faházunk volt, egyikben a ruhákat tároltunk, és másikban aludtunk. Kint már két éve hajléktalanok vagyunk, esnek sátorban aludtunk a párommal. És hogy mondjam, elmentünk ebédelni, és mivel visszajöttünk, ledózerolták az egész mindenünket. A ruhák benne volt, az összes mindenünket. A faházat letúrták. Ilyen gépekkel jöttek, mi odaértünk, a másikat meglökték a kis faházat. Úgy voltak kint, a Vörös Kereszt által, és szóltak meg a többiek, akik ott álltak, ugyanúgy a lakhatásunkat védték. És azt az egyet nem tudták érteni, de megdöntötték a kis faházat azt is ugyanúgy. De bent lettünk volna, és szerintem minket is ugyanúgy letúrtak volna. Így vesztettünk el mindenünket. És ennyit tudok hozzáfűzni. És most hol vagytok? Most hát bementünk egy ilyen hajléktalan szállóba, esti ilyen fogadásba, máshova nem tudtunk menni, mert mindenütt ugyanúgy átmentünk a másik parkba, onnan is a, hogy mondjam, nem tudom ki, a sárkat elvagdosták, mindenünket ugyanúgy szétszedtek és szétdobáltak. Mindent ledózeroltak ottan nekünk. Egy gép. Ez a Pilisi Park erdőgazdaság, ugye? Igen. Ez ennyit tudok mondani. Nem szóltak semmit. Senkinek se felszólítást nem kaptunk, se papírt ahhoz, hogy menjünk ki, vagy valami. Semmit nem kaptunk. Semmilyen papírt, hogy hagyjunk el az erdőt. Semmit nem kaptunk. És többen laktak abban az erdőben is, ugyanúgy. És ez saját kezünk, hogy felépítettünk, és ez. És akkor most várom a színpadra Namani Beátát. Jó estét! Azt hittem, hogy valahogy ezt föl lehet dolgozni. De nem. Nem nézek ki magyarnak, de itt születtem Magyarországon. Magyar vagyok, igaz, az állam nevelt föl. És megdöbbenve tapasztaltam, vagyis hallottam pár nappal ezelőtt, hogy a hajléktalanok, minden ötödik hajléktalan az állami gondozat volt. Évekkel ezelőtt elmentem tanulni, sok-sok évvel ezelőtt, és kíváncsi voltam, hogy miért van az, hogy tényleg az intézetések elzűlenek, és hajléktalanok vagy börtön viseltek lesznek. És rájöttem, de ezt most nem mondom el, mert kevés az idő arra. Egy a lényeg, hogy keményen tanultam, és azután, hogy én is megbotlottam, saját lakást sikerült összedolgoznom, és amikor azt hittem, hogy egyenesben vagyok, akkor segíteni akartam a sorstársaimon, az állami gondozottakon, és minden másnak, hogy lakhatásuk legyen, és hogy emberséges életük, hisz én is voltam hajléktalan. És igaz, hogy nem voltam sokáig kinn az utcán, hisz mindig volt valaki, aki befogadott, de ez nem normális. És sajnos azt kellett tapasztalni, fájó szívvel mondom, hisz az állam nevelt föl, és azt hittem, hogy egyszer majd úgy fogok emberek előtt beszélni, hogy példát tudok mutatni, hogy igenis van kiút, van másik út, van becsületes út. Őszintén bevallva, az elmúlt 7 évben én belebuktam a becsületességbe, buktam a lakást is, szeptember 17-én lakoltattak ki, és annak ellenére, hogy én segítséget kértem sok helyről, az államtól és mindentől, és egy kész tervet mutattam sok helyen, hogy mivel lehetne megoldást adni, amiben nem csak, hogy hiszek, tudom, mert kicsiben láttam, de kicsiben én kevés vagyok, hogy azt megvalósítsuk, ahhoz tömeg nem kell, tömeg kell egy normális rendszer, amelyik elfogadja, hogy van egy kiút. Ha nincsenek azok a
most barátnak nevezem őket, holott csak szeptember óta ismerem. És ha ők nincsenek, most én is hajléktalan lennék, mert ők segítettek kiköltözni. Általuk van most fedél a fejem fölött, és a gyerekeim most intézetben lennének, ha ők nem lennének, holott szép lakásom volt, 1+2 félszobás, és aki azt mondja, hogy felelőtlen voltam, hogy devizahitelt fölvettem, nem voltam az, egy albérlet sokkal drágább, nekem 45 000 forintot kellett fizetni havonta, ez minden csak nem felelőtlenség. Én arra kérek mindenkit, főleg a kormányt, hogy a hajléktalanokat ne büntessék, mert ők is emberek. Én is hajléktalan vagyok. 30 évesen még az Egri gyermekvárosnak a címe volt nekem beírva, hisz nem volt állandó lakcímem. És tudom, hogy van lehetőség. Itt vagyok én is, bármikor én mondtam, hogy amikor azt mondják, hogy csak koldulni, meg kéregetni tudnak, nem igaz. Én tanulni, dolgozni akarok, viszont ahhoz kell egy olyan háttér, amelyik hagyja is, hogy kijöjjünk a szarból. Bocsánat, az utolsó szóért. Jó volt a szarból, és akkor mi van? Oké, köszönöm szépen. Említsük meg, hogy kik segítettek. Az Oktogon közösség és az Okupál főbejárat. Így van, akik segítettek nekem, az az Oktogon közösség. Láttam itt Annát, Árpit közülük most, és még egy pár embert, és az Okupály főbejárat. Ők azok, így akik van. Emberségesen... Tapsoljuk meg őket! És köszönöm, nem tudom, Árpit valahol arra láttam, hol vagy Árpi, Anna, köszönök mindent, és köszönöm mindenkinek. Nektek is, hogy itt vagytok, és hogy együtt éreztek a hajléktalanokkal. Igenis, a hajléktalanságot fel lehet számolni. Köszönöm, sziasztok! Köszönjük szépen! Én bizakodom, hogy sikerül megoldani ezeket a problémákat, és mindenkinek lesz megfelelő, méltó lakhatása. Most pedig köszöntsétek szeretettel azoknak a szakmáknak és csoportoknak képviselőit, akik kiálltak a hajléktalan emberek üldözése ellen. Köszönjük, hogy itt vannak a kortárs írók, művészek, orvosok, társadalomtudósok, a pszichológusok, a pedagógusok, a roma érdekvédők és a szociális munkások képviselői is. Arra kérlek titeket, hogy mutatkozzatok be, olvassatok fel egy mondatot a nyílt levélből, amit megfogalmaztatok, és mondjátok el, hogy kik és hányan csatlakoztak a tiltakozásotokhoz. A képviseletében vagyok itt. Mi a hajléktalanok ellen hozott embertelen törvényi rendelkezések, illetve a társadalmi összetartozás, a társadalmi szolidaritás érdekében írtunk egy petíciót, és most azt a 767 aláírót képviselem, akik a mai napig aláírták a mi állásfoglalásunkat. Miután én sok éve dolgozom a szakmában, tudom, hogy nem csak ennyien vagyunk, ezért szeretném megragadni ezt az alkalmat arra is, hogy megkérjek minden kedves kollégámat, hogy csatlakozzanak ehhez az állásfoglaláshoz, vagy petícióhoz, azért, hogy változást tudjunk elérni. És engedjétek meg, hogy egy mondatot megosszak a mi üzenetünkből. Etikai kódexünk szellemében felemeljük szavunkat azért, hogy a hatóságok vessenek véget a fedél nélkül tengődő emberek kriminalizálásának. Nap mint nap találkozunk az emberi szenvedés, a testi-lelki nyomorúság, az anyagi szegénység legkülönbözőbb formáival, egyes emberi sorsokkal és az azokat kiváltó okokkal, ezért meggyőződésünk, hogy ezeket a helyzeteket rendészeti úton megoldani nem, csak súlyosbítani lehet. Én
Én Vida Katalin tanácsadó szakpszichológus vagyok, és az 1400 pszichológus aláíró nevében vagyok itt. Úgy gondoljuk, hogy a hajléktalanság egy olyan komplex egyéni és társadalmi probléma, aminek a megoldására egy szabálysértési törvény alkalmatlan. Ez a törvény akadályozza az emberek közötti szolidaritást, dehumanizálja a hajléktalan embereket, és elősegíti, igazolja a velük szembeni agressziót. Aztán Szilvia újságíró vagyok, és a kortárs írók és művészek hosszú nevű petíciója nevében vagyok itt. Mindeddig 4338-an írták alá, és arra kérem a kollégáimat, hogy csatlakozzanak az aláírókhoz. Egy rövid üzenetet szeretnék megosztani veletek önökkel, Szaniszló Judit, kortárs író kolléganőm mondatát, az az egy mondatot, amit írta az előző demonstrációra. Egy embernyi hely minden embert megillet. Köszönöm szépen. Kisegi Júlia vagyok, orvos. Az 1001 orvos állampénz nélkül csoportot képviselem. Egy mondatot írtunk, idéznék egy mondatot a nyílt levélből, amit írtunk. A szegénység, a hajléktalanság az embert érő egyik legnagyobb csapás, melyet legtöbbször valódi élethelyzeti krízis, testi és vagy lelki betegség idéz elő és kísér. Megelőzni, segíteni, orvosolni kell, és nem kriminalizálni. Törlei Katalin vagyok, tanár, és a pedagógusok által kezdeményezett szolidaritási nyilatkozat aláíróit képviselem most itt. Ma reggelig, pár nap alatt 1100-an, több mint 1100-an írták alá óvodapedagógusok, tanítók, felső tagozatos és gimnáziumi tanárok és a felsőoktatásban oktatók egyaránt. És akkor a nyilatkozatunk egyik központi gondolata a következő. A nehéz sorsú emberek iránti szolidaritás olyan alapvető erkölcsi parancs, amely mindenfajta nevelési erőfeszítésnek központi eleme kell, hogy legyen. És hát hogyan neveljünk törvénytisztelő állampolgárokat, ha úgy gondoljuk, a szóban forgó törvénnyel jó érzésű ember nem érthet egyet. Köves Ferenc vagyok, és a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetét képviselem, de nem mellesleg jó magam, a hajléktalan ellátásban dolgozom egyébként, én már 24. éve nagyjából, úgyhogy engem személy szerint is nagyon komolyan érint a szakmai mi voltamban és emberi mi voltamban ennek a jogszabálynak a megszavazása és bevezetése. Felhívjuk a mindenkori kormány figyelmét arra, hogy mind a hajléktalanná válás megelőzésére, mint pedig a kezelésére, a rendelkezésére állnak a gazdaságpolitika és a szociálpolitika eszközei. A fentiek alapján felszólítjuk a döntéshozókat, hogy hagyjanak fel a segítségre szoruló embertársaink üldözésével, kriminalizálásával. Jó napot kívánok, sziasztok! Berény Eszter, szociológus vagyok, és a társadalomkutatók petícióját képviselem. Ezt a petíciót ma reggeli 266-an írták alá, de ez nem 266 embert jelent, mert vannak egész egyetemi évfolyamok, szakkollégiumok, tehát sokkal többen vannak, akiket képviselek. Mi azt üzenjük, hogy 100-ból 28 magyar él beázó, penészes, WC nélküli vagy túlságosan sötét lakásban. A hajlék nélküli emberek megzárása helyett átfogó bérlakásprogramot, igazságos lakáspolitikát, a szociális szféra alulfinanszírozottságának megszüntetését követeljük. Köszönjük. De milyen szó?
Nagyon szépen köszönjük mindannyiuknak, akik kiálltak most ide a hajléktalan emberek érdekeiért. Kérjük, hogyha szeretnétek csatlakozni a város mindenkiéhez, keressétek fel a standunkat, ami ott található a jobb oldalon, és iratkozzatok fel a hírlevelünkre, legyetek önkéntesek, és írjátok alá a Stop kilakoltatás petíciónkat is. Most pedig arra kérünk titeket, hogy hallgassátok meg a mai esemény utolsó felszólalóit, Lakatosné Jutkát és Üsetis Bálintot, a város mindenkié két aktivistáját, akik közösen fognak beszédet mondani. Már jön Üsetis Bálint. Kedves barátaink! 100 évvel ezelőtt, ezekben a napokban Budapesten forradalom volt. Az értelmetlen vérengzésből hazatért katonák, a szocialista munkásság és a forradalmi diákság békét és kenyeret, egyenlőséget és demokráciát, köztársaságot követelt a pesti utcákon. Mert ahogy az egyik résztvevő, Sinkó Ervin mondta, az éhezőknek jól kell lakni, a betegeknek orvost kell kapniuk, és nem lehet, hogy emberek nedves pincékben éljenek akkor, amikor mások palotákban laknak. Így igaz. 100 évvel később mi is köztársaságot akarunk. Mert hiába nincs egy országnak királya, nincs köztársaság ott, ahol van, aki a medencéjét fűti, van, aki pedig a fűtetlen lakásában fagy halálra a télen. Nincsen köztársaság ott, ahol van, aki palotában lakik, van, aki nedves pincében, élősködőktől fertőzött, túlzsúfolt tömegszálláson, vagy egy a járdára letett kartonlapon, ha nem viszi el onnan is, mint bűnözőt a rendőr. Mert végképp nincsen köztársaság ott, ahol az állam törvényen kívül helyezi a politikai közösség legszegényebb, legelesettebb tagjait. Én 28 éve vagyok hajléktalan a férjemmel. 7 évig éltünk utcán, 3 évig magunk által ácsolt, fedett sátorféleségekben, és 18 éve élünk magánterületen kunyhóban. Bár a mostani új törvény nem vonatkozik a kunyhós hajléktalan emberekre, nem is olyan régen hozzánk is bejöttek, megpróbáltak minket onnan eltávolítani. Engem megvédett a tulajdonos, de az erdőben lakó, kunyhó lakó hajléktalan társaim minden nap félelemmel, minden nap megalázva néznek a napok elé. Szomorú, hogy úgy bontják el a kunyhóikat, hogy ők nincsenek otthon. Úgy túrják el otthonaikat, hogy mire visszatérnek, semmiük nincs. Az uralmon lévők azt mondják, hajléktalannak lenni bűn. Mi azt mondjuk, egy olyan gazdag országban, mint amilyen Magyarország, a nélkülözés, a nincstelenség és a hajléktalanság létezése az, ami bűn. A hajléktalan emberek nem elkövetői ennek a bűnnek, hanem kárvallottjai. Az elkövető a kormányzat. Az a kormányzat, amely ha értelmes társadalompolitikára fordítaná annak a temérdek pénznek akár csak egy részét, amit a kollaboráns tőkésosztály gazdagítására, a nagyvállalatok adókedvezményeire, a leggazdagabb társadalmi rétegek támogatására, önsorsrontó atomerőműre,
értelmetlen presztízs beruházásokra, a kormányzatnak a várba költöztetésére, térkövekre, szökőkutakra és fakivágásra, és aljas idegengyűlő fasiszta propagandára költ, akkor senki nem kényszerülne arra, hogy utcán vagy túlzsúfolt tömegszállásban éljen. Mert mi nem azért vagyunk itt, hogy az utcán élés jogáért tüntessünk. És ezt lassan mondom, hogy az államtitkárság is, illetve a terrormédia jobb sorsra méltó munkatársai is megértsék. Mi nem azért vagyunk itt, hogy emberek éljenek az utcán, hanem azért vagyunk itt, hogy mindenkinek legyen otthona. Nem az utcán élés jogáért, ellenkezőleg a lakhatáshoz való jogért vagyunk itt. Aki mégis azt állítja, hogy azért voltunk itt, hogy továbbra is emberek éljenek az utcán, hazudik. Aki azt állítja, hogy a hajléktalan ellátó intézményrendszer alkalmas arra, hogy minden hajléktalan embernek megfelelő ellátást nyújtson, hazudik. Aki azt állítja, hogy ezeket az embertelen, jogsértő, kegyetlen jogszabályokat a hajléktalan emberek védelme érdekében hozták, hazudik. És az a kormány, amely a családok évéről merészel beszélni akkor, amikor tárgyalni sem voltak hajlandók arról a törvényjavaslatunkról, ami első lépésként legalább a gyermekes családok esetében tiltaná az elhelyezés nélküli kilakoltatásokat, az a kormány, amely 100 milliókból plakátozza szét a városainkat a családok éve plakátjaival, és közben semmit nem tesz annak érdekében, hogy ezután egyszer se fordulhasson elő, hogy gyermekeket a szüleiktől azért választanak el, mert szegények vagy hajléktalanok, ez a kormány, kedves barátaim, hazudik, gátlástalanul hazudik. Úgy van! Úgy van! És aki hazudik, az lop. Ezt tudjuk. Megdöbbentő számomra, hogy miközben a hatalom kunyhókat rombol szét, miközben nehéz sorsú társaimat őrizetbe vesznek, előállítanak, akkor az egyik szeretett szolgálat vezetője így nyilatkozik. Lássuk be, ha hozzám vendég jön, a nappalimba vezetem be a vendéget, nem viszem körbe, ahol kiteregetem a cuccaimat, és nem mutatom meg, hol gyűjtöm a szennyes edényeimet. Magam és a hajléktalan társaim nevében kikérem, hogy szennyes edénynek hívjanak! A büntetés nem megoldás. Adjanak lehetőséget minden embernek az emberhez méltó életre. Az állam dolgozzon ki egy hajléktalanságból kivezető politikát, adjanak tisztességes munkahelyeket, tisztességes béreket, tisztességes szociális ellátást, adjanak megfizethető lakásokat. Nem börtönökre van szükségünk, hanem szociális bérlakásokra. Lakhatási támogatásra. De nagyon hamar, meg nagyon sok minden mondani van onnan. Arra van szükségünk, hogy pártolják az első két lakhatás programot, és legyenek szociális jogok. És itt üzenünk a rendőrségnek is. Nem a ti hibátok, hogy ez a jogszabály életbe lépett.
De ez a szégyenletes jogszabály rabéthoz, ha végrehajtjátok. Arra kérünk benneteket, hogy ne a hajléktalan embereket üldöző jogszabályt, hanem az életmentési feladatot lássátok el, főleg a téli viszonylatban. Mert jön a hideg. Vigyázzunk egymásra! Így van! Lakhatás, demokráciát, jogállamot! Éljen a köztársaság! Éljen a köztársaság! És most Ola Kálmánné Anita az első hölgy, akit a kriminalizáció folyamán megbüntet, mi szerettek volna. Úgyhogy most felszólítom a színpadra. Igen, jó estét kívánok, emberek! Én vagyok az, akit elvittek egy fogdába, egy nyugdíjban levő 40 éves körüli lilára festett hajónőt szétvertek. Szana szétvertek, látják? Nem akarom mutatni. Elvitték a telefonomat, elvitték a bírósági papírokat. Én miattam kezdődött ez az egész cirkusz a hajléktalanok miatt. Az én párom tavaly meghalt, és harcolok az unoka húgával, aki azt mondta, hogy de jó, hogy megdöglött a párod. De jó, hogy megdöglött a nagyanyám, majd drága. Anyámat megfojtom egy kanálvízzel, 30 éves ez a kis hölgy, én 62. Téged meg tönkreteszek, sikerült. Budapesti lakos vagyok, itt értem a 11. kerületbe, a Vári utcába, 24 évig, utána kimentem Amerikába. Aztán visszajöttem, mert nem az én világom volt. Kitörték a fogaimat, minden. Nem ott, itt Magyarországon. És a következő a helyzet. Nem kamuzok. Visszajöttem és elkezdtem harcolni hajléktalan emberekért. Elkezdtem harcolni, mert másfél hete kitettek az utcára. Bocsánat, hogy nem nézek oda. Kitettek az utcára babástól egy családot. Az Orbán kormány kitett, és azt mondtam nekik, és hogy 3 hónap haladékot adjanak hajléktalanoknak, 3 hónapot csak. Rengeteg üzlethelyiség van üresen, rengeteg lakás van üresen. Ha nem az önkormányzatok, akkor maguk hozzák rendbe, maguk hozzák rendbe. Ha isznak, ha nem isznak, a kormány megissza, a USA elnök megissza, a professzor úr megissza, de nem a lőrét, hanem nyilván, hogy valami más, akkor is hozzák helyre, fizessék a rezsit, dolgoznak, nem dolgoznak, 3 hónap türelmi időt kérek tőlük, és adják oda, mert rengeteg üres hely van. És emiatt a 7,5 órás tárgyalása miatt, aki a BBC, CNN, RTL Klub, TV2, M1, M2 ATV-kín volt, az ATV-t kizavarták. És 150 aktivista kiabálták, hogy engedjétek ki, mert a fogdába elvittek úgy, hogy 5 óráig nem engedtek ki pisilni, és kopogtam, és akkor se. Utána nem tudom, mindenemet elvitték, a ruháimat, ami rajtam van, azt csak úgy kaptam emberektől. Szétszakították a göncömet, szétvertek, minden. És most éjjel, ma éjjel 3 órakor, bementem, hogy ellopták a pénztárcámat tegnap, mert a kislányom külföldön él, aki az amerikai magyarokkal összefogott, és nagyon nagy cirkusz lesz ebből, és mindenhol, az angolok meg mindenhol, svájciak, de főleg az amerikai floridai magyarok, akik kidisszidáltak, vagy aztán már nem disszidáltak ki, és követ az a helyzet, idejére ki vagyok most már, mert nem tűröm, hogy ennyire meg tétszolnak és szétvernek, és szana szétvertek, és elvitték a pénztárcámat, 100 dollárt küldött a kislányom, az egyik tanárna, a másik Szíriában harcolt,
ő elment az USA-ba, az USA Army-ba, mint katonai sebészorvos. Hüleket Indonéziában műtött, térdet Indonéziában műtött, írják le kérem, nem akárki vagyok. A belügyminisztériumban dolgoztam az apám után. Tudom, hogy kevés az idő. Köszönjük! Hajrá! Arra kérem a Fidesz kormány, hogy ne szavazzatok rá, arra kérem, hogy segítsenek olyan embereken, akik mérnökök, akik valamikor ügyvédek voltak, de valamiért ő hibájukon kívül az utcára kerültek. Vannak olyan emberek, akik nem érdemlik meg. És még egy valami, ami nagyon fontos. Senki nem érdemli meg. Nincs is annyi hely, amennyi hajléktalan van. Ez csak kamuduma. Máltai szeretető szolgálatban mindenhol elindultam. És nincs annyi hely, amennyi hajléktalan van. Aki nem érdemli meg, az menjen be a hajléktalan szállóra. Köszönjük! Köszönjük szépen! Köszönjük! Nagyon szépen köszönjük! És nektek is köszönjük, akik eljöttetek ma meghallgatni minket, és részt vettetek ezen a tüntetésen. Kérjük, ha szeretnétek csatlakozni a város mindenkihez, keressétek fel a standunkat ott jobbra, illetve iratkozzatok fel hírlevelünkre, vagy legyetek önkéntesek, és írjátok rá a stop kilakoltatás petíciónkat is. Illetve ha szeretnétek a tüntetés költségeihez hozzájárulni, kérjük, dobjatok az adománydobozokba. A fáklyákat megkérjük. A fáklyákat kérjük, hogy a vödrökbe olcsátok el, amikben homok van, illetve ott azon a területen gyűjtjük össze, hogyha nem szeretnétek hazavinni. Nem sokára találkozunk a tüntetésnek, ezennel hivatalosan is vége van. Sajnos. Köszönjük szépen! Pedig lenne még mondat én is. Nekem lenne egy javaslatom, hogy amíg egybe van itt a tömeg, hogy kérjük meg, akinek van kedve, spontán, nem szervezetten sétáljon el a Deák térre együtt, és nézzük meg, hogy ott mi a helyzet mondjuk. Találunk-e ott hajléktalanokat? Esetleg... Soha nem voltam ilyen visszél. Van erre lehetőség, hogy ezt így elmondjuk? Ennek a tüntetésnek most itt vége van. Jó estét! Még amíg egybe van a tömeg, nekem az a gondolatom támadt, hogy aki ráér még így vasárnap este jó időben sétálni egyet a Lánchídon keresztül a transzparensekkel, menjünk el a Deák térre. A kressz szabályokat tartsuk be, tehát a járdán haladjunk, amennyiben erre lehetőség van. És nézzük meg a Deák tér környékén, hogy mi a helyzet jelenleg, vannak-e ott hajléktalanok. Az egy amúgy is egy közlekedési csomópont. A Deák térig azok, akik minket fognak látni, látják azt, hogy kiállunk a hajléktalanokért, és a transzparenseinket fogják látni. Ez egy javaslat. Aki erre hajlandó, az úgy gondolom, hogy abba az irányba, a Donáti lépcsőn, Iskola utcán, Székely utcán, Fő utcán keresztül eljöhet a Lánchídig, és átmegyünk a Deák térre. Köszönöm szépen! Én vagyok a 7,5 órás tárgyalás. Tudom, hogy nézd. Na.